Szóval a második reggel ugyanúgy nyakkendőket, és akkor minden reggel ilyen. Hát hasonló. Fél hatkor kelni, az egy barátságos dolog. Ez nem volt őszinte ez a mosoly. Vagy nem zavar a korán kelés? Mikor, hogy attól függ, mennyit akarodni. Mennyi kell? Mi az átlag? Mi az, ami mindenféleképpen kell a másnapi használhatósághoz? 6-7. Jó lenne. És ez mikor sikerült utoljára? Hétvégén jobban. Hétközben nehezebb. Muszáj. Na jöjjön, Krakó úr, mert nem érünk rá a mozira. Ezt nem tudom. Szóval iroda az autó, azt mondtad. Lakás. Egy otthon. Több váltás ruha is állandóan a kocsiban? Van. Mindenre fel vagyunk készülve. Tényleg minden reggel vásárhely, Budapest. Mennyire normális ez az élet? Egyáltalán nem. Egy héten egyszer alszom Pesten, de most, hogy nincs parlament, most egyszer sem, most ingázom. Ez az a híres lakás, amit a sajtó csak a tínédzserkorú fiadra, vagy fiaidra iratott lakásként mondja, emleget. Miért van arra szükség, hogy a fiúk nevén legyen a lakás? Azért, mert az övék lesz. Mert... Ez már a szülői gondoskodás része? Szülői és nagyszülői. A szüleim a saját munkájukkal normális, független egzisztenciát teremtettek. Mi a feleségemmel egy házat kaptunk a szüleimtől, és a gyerekek vonatkozásában pedig lakást vásároltunk közösen családi összefogással, hitelből, meg minden másból. Itt errefelé az a szokás, hogyha az ember meg van rá lehetősége, akkor a gyerekeit támogatja. Ez egy átlagos lázári nap. Ma semmi extra nincsen, ma fölmegyünk Budapestre, megcsináljuk a kabinettülést, van egy közösségi kerekasztal, zsidó szervezetek és a kormány egyeztetési fóruma, utána van egy gazdasági megbeszélés a miniszterelnök részvételével, van talán még néhány időpontosom, és utána jövök haza, mert ahogy most itt eljöttünk, az Ady Endre utcán, Hódmezővásárhelyen van a Gyarmati Dezső úszoda, és a Gyarmati Dezső úszodában lesz egy emléktáblaavadás és Spanyolország-Magyarország meccs. És a meccsbe is belenézünk. Jó reggelt, anya, én vagyok. Hogy vagy? Akkor a szüleid is korán kellőek, 6 órakor. Ó, már lehet hívni őket. Anyukám mindenképpen, anyukám nagyon korán kell mindig. De apukám is egy 6 óra körül. Ez minden reggel része, hogy felhívod őket? Igen, sűrűn. Minden nap beszéltek telefon? Jó, persze. Személyesen mennyit látod őket? Személyesen hétvégén mindenképpen, hétközben lehetőség szerint. De 6 óra 11 perckor már kollégákat is szoktál hívni telefonon? Igen, vannak, akik ilyenkor már résznél vannak. Rövid napi rendel, ülésezik ma két kabinett? Viszonylag igen. 30 napi rend lesz ma, és általában 50-60, de volt már rá, hogy például 80-90 napi rendi pont van, ez kevésnek számít, és szerintem. Szezonnyitó. Igen. Na akkor indítsuk el ezeket a kamerákat. És talán már kivilágosodott annyira, hogy itt az irodában, vagy a második lakásodban is beszélgessünk. Egy hónapban 8-10 ezer kilométert teszel meg. Mivel telik az út? Olvasással. Most próbáltam készülni a kabinettülésre, meg a mai napra, és még itt vannak azok az olvasnivalók, amelyeket meg kellene ejteni. Telefonálok, olvasok, e-mailt nézek, híreket nézek, dolgozom végig. Tehát akinek állása van, felelőssége van, az nem 9 órakor kezd. Ez a helyzet felénk legalábbis. Egy Audiban ülünk, egy Audiban, ami szimbolikusan Lázár János nevéhez köthető. Nem ez a típus, hanem ettől egy nagyobb. Volt olyan frakcióvezető koromban, igen. Az egy jó autó volt. Az egy politikai hiba volt? Igen. Az egy politikai hiba volt, mert túlzás volt. Jogos volt a népharag, a társadalmi kritika? Aránytalannak érezték az emberek annak az autónak a nagyságát és a teljesítményét. Túl nagynak érezték. Ilyen értelemben jogos volt, igen. Az embereket irritálta az, hogy a frakció vezető, vagy a Fidesz egyik vezető politikusa ilyen autóval jár, miközben a gazdaság teljesítménye, vagy az ország gazdasági viszonyai azért egyáltalán nem voltak rendben.
Ez valószínű, hogy indokolt volt, és az embereknek volt igaza, és én estem túlzásba. Ilyen előfordul az emberrel, tanulni kell a hibákból. Egy furcsa ragadvány nevet kaptál az Audi kapcsán, igen, ahogy azon azért egy lézerblokkoló is volt. Tudtad, hogy a lázár-lézer hasonló hangzás miatt mondjuk az interneten ezzel a gúnynével illetnek? Gúnyneve valószínű sok mindenkinek van, vagy sok politikusnak van. Azon nem sértődöm meg, hogy gúnynevet kapok. Meg, hogy ezt a gúnynevet kapom, hát Istenem. Miért kellett arra az a lézerblokkoló? Hogy amikor kibéreltük, akkor talán rajta volt, ezt nem emlékszem pontosan. Az sem volt egy bölcs döntés, fogalmazunk így. Finoman fogalmazva. Egyszer olyan ember nyomott föl, egy ellenzéki képviselőtársam, aki ilyen autóval járt, és onnan tudta, hogy nekem is van, hogy a sofőrök egymással megbeszélték. Gyerekes, nem? De igazuk volt, hogy felnyomtak, mert nem etikus és nem szabályos, kész pont. Gyakran ment a kék lámpával és szirénával? Hát, szükség szerint, hogyha időre megyek, most mondjuk 8 órára megyek, és Budapestbe van dugulva egy reggel, ahogy beérünk az M5-ösről, akkor muszáj valahogy az embernek átlépnie ezen, vagy áthaladnia ezen. De azt meg tudnád csinálni, hogy a napi munkát kisebb fordulatszámon űzöd? Nem. Tehát nincs olyan, hogy inkább lentebb tekersz a hivatali elfoglaltságokon, hogy több időd jusson a családra? Nem teheted meg? Hát nem, mert sok minden érdekel, tehát ez is az emberből következik, ezt se szabad máson számon kérni. Sok minden érdekel és sok minden foglalkoztat. Hogyha nem kellene egy héten ötször Budapestre följönnöm, akkor a választókörzetemben azzal foglalkoznék, hogy most hogy áll a Királyhegyesi templomnak az újjáépítése, és ahhoz hogyan lehet pénzt szerezni, hogyan lehet csinálni, vagy hogyan lehet valamit tenni. De biztos, ez jobban érdekel a Királyhegyesi templom, mint a stratégiai kabinet hatos napi rendje? Egyformán érdekel mind a kettő. Egyformán érdekel mind a kettő. A kollégáid, a téged támogatók vagy mondjuk politikai ellenlábasaid, és azt mondják, hogy olyan tempót diktálsz, úgy dolgozol, mint egy gép. Elfogadod ezt egyébként? Nem, a gép az nem jó hasonlat. Én azt tanultam otthon a szüleimtől, és a tágabb családban, és az volt a politikai pályafutásom első részének a tanúsága, és hogy az embernek van igénye szellemi kihívásokra, és hogy aktívan kell élni. Hogyha nem járnék Budapestre, és nem lennék kormánytag, ha helyi politikus lennék, vagy nem politikus lennék, akkor sem otthon ülnék. Tehát nem az a lényeg, hogy az ember mit csinál, hanem hogy milyen karakter. Én egy olyan ember vagyok, aki aktivitásban éli az életét. Tehát valamit mindig csinálok, ez az igazság. És a gyerekeim egy idő után, hogyha otthon vagyok, és őket teszem az aktivitás célpontjába, hogy velük kezdek el foglalkozni, egy idő után elzavarnak otthonra, hogy most már hagyjam ezt abba. Vezetőként megengedheted azt a luxust magadnak, vagy engedted már meg, hogy mondjuk reggel azt mondod, hogy nekem nincs kedvem a mai naphoz. Ugyan. Felhívod a kabinetfőnököt, és azt mondod, hogy minden nincs. Programot mondjon le. Ilyen nincs. Ez nem létezik. Az embernek kötelessége, feladata, felelőssége van, és abban elsőnek kell lenni. Hogy várjam el a munkatársaimtól, hogy teljesítsék a kötelességüket, ha én magam sem teljesítem? Akkor mit várhatok el másoktól? Arra leszek kíváncsi, hogy fényben mit tud majd ez a felvétel, de hát... Sötétbe üldögélünk, az is jó. Sötét reggel Budapesten 7:53-kor. Sötét alakok sötétben. Igen. Sötét politikus sötétben. Stratégiai kabinet kezdődik, 6 perc múlva. Igen, ott leszünk. Majdnem 2 óra alatt fel is értünk. Mondjuk ez a hónak köszönhető. A hóesés kicsit bealakított, de mindjárt ott vagyunk. Most mennyire jött be ez a stratégiai kabinet? Ez az a politikában, a kormányzásban egy új műfaj. Én úgy gondolom, mind a két kabinet nagyon bejött. Gyorsítja a kormány munkáját? Precízebbé teszi? Alaposabbá teszi. Körültekintőbb, megfontoltabb, végiggondoltabb, kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, alaposabb. Segít az ügyeknek és segít a kormányülésnek, de segít magának a kormányfőnek is. Miniszter úr, meg is érkeztünk. Igen, itt vagyunk mindjárt. Belül az NGM-be. Kicsit ma ott lesz a kabinet. Igen. Kicsit hangos az irodád, de... De bérdekel. De folytatjuk. Jó, ezt pedig most kikapcsoljuk.